Nem túlzás azt állítani, ahogyan ezt ma már nagyon sokszor elmondtuk, hogy Magyarországról szólt a téli olimpia hétfői versenynapja. Honosított magyar versenyzőnk ugyanis olyat tett, amire egy egész világ felkapta, az egész világ felkapta a fejét. Nem éppen úgy, ahogyan arra igazán büszkék lennénk. Kultikus pillanat marad ez az olimpiák történetében, mint Edi a sas, Erik az angolna versenyzése. Rövid összefoglaló, mutatjuk a lényeget, és utána Murányi Andrással folytatjuk. Internetes mém lett a honosított Szvéni Elizabeth, aki utolsóként zárta a síakrobaták félcső versenyszámát a téli olimpián. A világ egyik része most a magyar színekben induló versenyzőn szórakozik, aki semmit nem csinált azon kívül, hogy lecsúszott a pályán. A szám lényege ugyanakkor pont az, hogy trükköket és szaltókat mutassanak be a sportolók. Bár nem mindenki repesett az örömtől a teljesítményét látva, a síző azt mondta, elsősorban az olimpiai élményét szerette volna átélni. A világsajtó már is felidézte a brit Michael Edwards esetét, aki az 1998-as téli olimpián indult el síugrásban. A szódás szemüvegben repülő és Edi a sas néven elhíresült brit nagy népszerűségre tett szert világszerte, mint ahogyan Erik Massambini is, gúny nevén Erik az angolna, aki a 2000-es nyári játékokon a 100 méteres gyorsúszásban szenvedett meg azért, hogy teljesítse a távot. Ezeken kívül a jamaikai bob csapat története is szórakoztató. Nem csak bob nélkül érkeztek a versenyre, de nagy valószínűséggel havat sem láthattak addig életükben. És itt van velünk Murányi András, én meg közben Elizabeth Sweeney-nek a Facebook oldalát nézem, ahogy egymás után érkeznek a gratulációk, jellemzően egyébként angol nyelven, mert hogyha jól tudjuk, akkor a versenyzőnk nem tud magyarul, viszont édesanyja magyar. Ugye 4 éve ő még venezuelai volt. Így van, és skeletonban próbálkozott. Egy klasszikus polihisztorról van szó, és én igazából nem is értem, hogy miért bántjuk ezt a szegény hölgyet, amikor ő pontról pontra végigment azon a kvalifikációs metóduson, amelynek alapján kvalifikálhatta magát az olimpiára, és ott volt. Volt olyan verseny, ahol... Nagyon szívesen. Ennyi. Volt, ahol 13. volt, igaz, hogy 15 indulóból. De és igaz, hogy a lement. Kettő mögötte igen. Kiesett, ugye? Igen, gyűjtögette a pontokat. Szerintem ez nem az ő hibája, hogy ennyire szénnégette Magyarországot, mert ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy szénnégette Magyarországot, hiszen egy komoly olimpiai nemzetről van szó, hanem azoké a vezetőké, akik egyrészt egy év alatt nem látták őt versenyezni, másrészt kvázi Biancóra azt mondták, hogy akkor gyere, saját költségen old meg ezt a feladatot. Köszönöm, hogy említetted ezt a Biancót, mert érdekes volt. Ugye azt tudni kell, hogy Szvéni Elizabeth saját pénzen mindenhova elment, minden teljesíteni így. Akart, ő neki így. Volt egy nagy álma, kijutott, és amikor támogatások nélkül, és közpénzek saját nélkül. Pénzből, és amikor szembesítették az olimpiai szövetséget azzal, hogy akkor hogy juthatott ki, akkor ők azt mondták, hogy látták az eredményeit, ő egy olyan sportágat választott, ahol nem volt elég induló, tehát mindig benn volt a 30-ban, mert 15-16-an indultak, és egy videókazettát láttak róla. Így van, hát innentől kezdve mi a kérdés? És a dublőrrel dolgozott a videókazettán? Nem, még az nem. Sem hát figyelj, egyet... sisakban vagy szemüvegben. Ő úgy magyarázta, hogy az a videókazett, amit küldött, az egy edzés volt, ami lehetséges. Így van. De ugyanakkor itt a kiválasztási rendszerrel akkor egy komoly probléma van ezek szerint? Hát miután nem lehet azt mondani, hogy súlyos tömegek versenyeznének az olimpiai kvalifikációért, vagy súlyos tömegek lennének ebben a sportágban, igen. Így surranó pályán ilyen 13-14-15. Helyezésekkel simán el lehet érni annyi pontmennyiséget, hogy az ember a végén azt tudja mondani, hogy hopp, nekem megvan az olimpiai kvalifikáció, akár szabadkártyával, akár bármilyen módon. Mondom, innentől kezdve ez a lány egy hős. Én egy dolgot hiányoltam tőle, hogy legalább egy kunsztot csinált volna, meg egy kis flick-flakot való ott a félcső tetején. Hát érkezett valami... a célba például. Igen, hát igen. Láttál már olyat? Én még nem nagyon. Én az egészet hogy tátott szájjal néztem, még nem gondoltam, hogy ilyen van, illetve azt gondoltam, hogy nem magyar ez a hölgy, aztán rájöttem, hogy magyar. Tehát ez überkínos volt. Sokan mondják, hogy egyébként jót röhögött volna mindenki, hogyha nem magyar. Arról így lenne van. Szó. Ugye azért nem mutatunk mozgóképeket, mert ez az olimpiai mozgalomnak, vagy az olimpiai bizottságnak gyakorlatilag a jogtiszta része. Ugyanakkor érdekes megnézni, hogy én például most a telefonomon nézem Szvéni Elizabethnek a honlapját, vagy illetve a Facebook oldalát. Amíg Magyarországról elárasztotta őt a szégyen, dráma, döbbenet, leégette borzalom, addig ő a képeken mosolyog, itt pedig angol nyelven, nagyon büszkék vagyunk rád, végre sikerült így. Az álma. Amazing, congratulation, ezt meg magyarul is mindenki megjelenti. De nem erről szól az olimpiai mozgalom. Ez az, Krisztán, pontosan erről szól. Azt mondja, hogy ennek a hölgynek volt egy álma, ezt az abba is megénekelte annak ide. Így van. Volt egy álma,
felmérte magának, hogy milyen módokon tud odajutni, odajutott, nem volt semmiféle kontroll, ha lett volna kontroll, nyilván a Magyar Olimpiai Bizottságnál, vagy a Sí-szövetségnél, akkor nyilván azt mondják neki az utolsó pillanatban, vagy a közepén, hogy figyelj, ez azért mégiscsak kevés lesz, ne égessél minket, ne égessél, komoly tradícióban mondhatták, mondhatták volna ezt, ugyanis igen. Ő valóban elindult a versenyeken, valóban magánpénzből ment oda, ugye azt csak azért... senki nem figyelt rá. Senki nem figyelt rá, mindahogy nem figyelt Sweeney Elizabethre akkor sem, amikor Arnold Schwarzeneggerrel szemben elindult. 19 éves. Igen, Kalifornia bizony. Kormányzói székelyért elindult. Azért mondtam, hogy polégisztor. Egy életműen gyakorlatilag. Oké. Szerinted, hogyha ezt a szót kimondjuk, hogy szégyen, vagy ciki, vagy szénégette, vagy példakép. Vagy példakép, vagy csoda, vagy életművész, akkor igazából ez kinek a, mondjuk úgy, hogy Sara, az övé, aki boldog, mosolyog és jól láthatóan élvezi az egészet, vagy pedig a magyar olimpiai mozgalomnak, vagy annak irányítóinak a Sara? Hát jelen, ugye, annyit menjünk azért gyorsan vissza időben, hogy 1984 óta, amikor ugye a magyar olimpiai küldöttség nem tudott részt venni a Los Angeles-i olimpián, és ott karrierek törtek derékba, például Kucogi György is olimpiai bajnok lehetett volna, tornász, és még meg annyi mindenkit lehetne mondani. Magyar az női, a fájdalom, magyar, nem ez. A magyar női kosárlabda válogatott úgy játszotta le Kubában a mérkőzését, hogy összeölelkeztek a pályán, miközben a pálya szélén lévő sportvezetők már tudták, hogy nem mehetnek. Ez pontosan így van. Egy nagyon erős garnitúra volt a 80-as évek közepén a Magyar Olimpiai Küldöttség, és azóta van egy ilyen kimondatlan szabály, hogy aki megszerzi a kvalifikációs jogot, az legyen ott, senkitől nem vehetjük el azt, hogy rajtozáljon. Tehát én Elizabeth Sweeney-t maximálisan fölvettem. Sweeney Elizabeth Marianne, majd... bocsánat, meg a Marianne is ott igen. van a végén. Tehát én maximálisan fölmentem a vezetőket, nem nyilván a pánik közlemények, amelyeket ugye kiadott a MOB, illetve a Magyar Sí-szövetség, abba az irányba mutat, hogy máskor azért jobban oda kell figyelni a kvalifikációra, és nem csak azt kell nézni, hogy egyébként megszerezte papíron ezt a kvalifikációs jogot, hanem azt is nézik, hogy egyébként alkalmas-e arra, hogy Magyarországot képviselje. Alkalmas, bocsáss meg, mit jelent az, hogy alkalmas, hát, hogy képviselj? Van egy szakember, ránéz, és azt mondja, hogy te egy nagyon jó, hogy megszereztél 3-4-5-6 pontot, de ez, de... amit mutatsz, ez kevés, fel se ugrasz a félcsőre. Rendben van, igen. Viszont amikor most megkérdezték például a mi szakemberünket, akkor azt mondta, hogy ebben ő speciál nem szakember, mert ő alpesi sízésben szakember, igen. És egyébként egy videokazettát láttak, és ennyi. Igen, a Sí-szövetségi kapitányt kérdezték, aki az interjú legején azt mondta, hogy bocs, azt se tudom igazából, hogy kiről van szó, sarkítok persze, mert nem így volt. Hát ez a kiválasztási rendszer, van egy szövetségi kapitány, aki azt mondja, hogy ott van valamiféle hölgy, utazik velünk a repülőn, ott lesz velünk, és kész. Hát innentől kezdve mit mondjuk ennek a szegény hölgynek, aki maximálisan... Én voltam az aténi olimpián a kongói vívónak a kísérőjeként. Tehát ott például mindenki ezt happynek fogta fel, és büszkeség volt az, hogy valaki egyáltalán kijut. Na látod. Hát ez, így van, ez egy ilyen történet. Nem a sportoló hibája. Az utolsó kérdés. Lehet-e Sweeney Elizabeth, Elizabetta pörgető, Elizabetta csoda, Elizabetta a nem tudom, a sí pályák legendája, tehát lehet-e ő Edi a már sas? Keresel a nevet. Igen, igen, keresem a nevet, várjuk a nevet itt a start kukac.atv.hu. Tehát lehet-e ő Erik az angolna, lehet-e ő Edi Edwards a repülő sas, tehát hogy nem. Mi hiányzik? Hát például az, hogy mondjuk Mátraházáról nézzél le mondjuk a síugró sáncról, még megvan a torzója. Edinek a sasnak onnan le kellett ugrania. Az egy életveszélyes mutatvány volt, úgyhogy ő fölkészült. Ott volt tét. Itt nem volt tét, mert itt szépen csak szánkázott egyet a hölgy, ha szabad így fogalmazni. Nem, ez nem egy hősies mutatvány volt, ez egy alibi produkció, egy szégyen, egy ide nem való, nem tudom, betét műsor. Jól értem azt, amit mondasz, hogy szégyen, de nem feltétlenül az övé. Nem az övé, nem az övé. Tehát egyértelműen nem az övé. Urányi András, köszönjük szépen, és előre mondom, hogy amikor véget ér a pjongcsangi olimpia, akkor viszont várunk, hiszen sok mindenről lesz majd. Sok mindenről tudunk majd beszélni, akár a koreai közös jégkorong csapatról, akár Sweeney Elizabeth utóéletéről, akár a magyarok teljesítményéről, Liu Shaolin Sándorról vagy Shao Wangról. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Most köszönöm pedig szürreális blokkunkat Szlazsánszky Ferenc fogja folytatni pókerarccal. Szervusz!